Necrocrim vagyok. Jöjjön, hogyan játszunk Necrossa. Egy valamit azért el kell áruljak. Egy jó pár dolgot szeretnék megosztani a Necrossa kapcsolatban. Személyes tapasztalatokat, rengeteg órányi kísérletezés és újramodolás és újraformázás. Tehát nálam most ebben a videóban a Necross félreformázás mintaképét láthatjátok, és mind ezt egyetlen egy ok miatt csináltam. Ugye a Necross megkapta az update-jét, és mindenki úgy volt vele, a Necross az egy kicsit erősebb lett, jobban bírja, kicsit tankosabb lett, és ugye hát élve a hype-al magam is megpróbáltam a legtöbbet kihozva ebből a tank Necrossból, hogy így mondjam, és egy következtetésre jutottam. Ha valaki azt mondja neked, hogy a Necross az egy olyan állat karakter, hogy már olyan enemiket kibír, hogy az Inaros is megfeküdne tőle, az Inarosról beszélünk, akkor az hazudik. Vagy Naramon Shadow Step-jét használja a fókusziskolákból, és szerencséje volt, hogy nem találták el. Tehát a Necross akárhonnan közelítjük meg, semmire nem jó. Már bocsánat, hogy így mondom, nem semmire nem jó, természetesen. Necross egyetlen egy dologra jó. Hullák molesztálására. Tehát farmolásra jó a Necross. Kell mellé a csapat. Attól függetlenül, tehát nem gondoljátok, hogy ilyen egyszerűen feladom a dolgokat, tehát attól függetlenül én nem adtam föl, és sok-sok kitérletezés után, úgyhogy Gomi, én ezúttal is köszönöm neked ezt a sok XP-zést, és türelmet, amit én kikísérleteztem a Necrosszal, sok-sok ilyen kísérletezés után, mégis megpróbáltam kihozni belőle a legtankosabb buildet, amit lehet, azt a szintet elérni enemiknél, ami a maximális lehet, és úgy gondolom, hogy az eredmények meglepőek, és azt hiszem a modolás, amit be fogok mutatni, és amiről beszélni fogok a Necrossa kapcsolatban, az lesz, hogy sokkal nagyon, hogy mondjam, tehát nem átlagosnak fogjátok gondolni a jó indulatok, a rossz indulatok azt fogják mondani, hogy ez egy orbitális fasság, és majdnem biztos vagyok benne, hogy azért fogják ezt mondani, mert a büdös életben nem vitték el a Necrosst addig a szintig, amíg meg lehetett azt tapasztalni, hogy hol van a határa a Necrossnak, és az a határ azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag gyorsan eljön ahhoz képest, mint amire én számítottam. Lehet, hogy túl sokat vártam el a Necrosstól, tehát így nagyon felhájpoltam, hogy ez most milyen jó lesz, és lehet, hogy túl sokat vártam el. Most félreértés ne essék, nem a farmolós Necrossról beszélek, hanem a túlélő Necrossról, az erős Necrossról, tehát annak a változatáról, úgyhogy egy-két dologra az fel kell készülni. A tesztet magát ugye nem a szimulakrumban végeztem, mert a szimulakrum Necrossz esetében csalóka. Nehéz ott leszimulálni bármit. Ezért, és mindenkinek előszeretettel javaslom Void Mod Survivor pályáját. Frankon előszeretettel javaslom. Nem tudom, ki jár mostanában Voidra, hosszabb Survivorokra, csak úgy simán leszámítva a Fisher alerteket. Szóval a mod, tehát az a Voidban jelenleg az ellenfelek kurva nagyot sebeznek, szinte dupla akkorát, mint régen, hanem nagyobban. Ez azt jelenti, hogy ezt tapasztalatban mondjuk, még az Inaros is 3-4 golyótól fekszik a level 50-es enemiktől. Olyan szinten nagyot sebeznek. A Necrossnak egy ütés, egy vagy két golyó max, attól függ, milyen állapotában van, majd rátérek erre is perceken belül, egy-két golyót fog bírni. Na most, és őszinte leszek, tehát 20 percnél jársz, vagy még kevesebb, mint 20 percnél. Olyan szintű sebzést osztanak ki az ellenfelek. Sokan jönnek egyszerre. Szóval Necross kísérletezés, illetve akármilyen frame kísérletezésére, hogy mit bír életerővel, illetve armorral, az a hely több, mint tökéletes. Szinte jobb, mint a Simulacrum 830-as bombardja, mert annyi irányba figyelsz, és azt igazán megmutatta az, hogy a Necross mindennel együtt, amit látni fogtok a modolásba, mindennel együtt, hogy az élet ereje mennyire bírja azokat a lövéseket. És
őszinte leszek veletek, tényleg úgy gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ez nem az, tehát nem így kéne, meg nem így a helyes, meg nem tudom micsoda, az valahol nem stimmel a Necrosnál. Vagy olyan iszonyatosan ügyes játékos, hogy őt nem találják el ezen a pályán az ellenfelek, amit azért kétle, lehet ügyesnek lenni. Vagy tényleg Naramon Shadow Step, mert az mindent megold, hogyha láthatatlan vagy és úgy kardozol, az tényleg egyszerűen fantasztikus. Amit én itt próbáltam elérni ebben a videóban az, hogy neutralizáljam valamilyen szinten a Nullifier-t, ezért fegyvert is fogok mutatni. Neutralizáljam az Ancient Healer-eket, a bombardokat, és egy olyan életerő armor kombináció build-et csinálják a Necrosból, ami azért legalább egy lövést kibír addig a pontig, ameddig fel nem tud erősödni újra. És most jön rá egy modolás, és megpróbálom elmondani, hogy mi volt a gondolatmenet az egész között, és hogy esetleg mire érdemes vigyázni. Aztán mindenki úgy modolja a Necrosát, ahogy gondolja jónak, az tökéletes lesz. Én csak egy-két tippet szeretnék ezzel kapcsolatban adni. Nos, vegyük számba a képességeit. Mindenki elmegy a Wikipédiára, mint a jó diák, és elkezdi olvasni, hogy milyen modok hatnak a Necrosnak a különböző képességére, és mindenki, illetve nem mindenki, tehát nem általánosítunk, nagyon sokan levonják azt a hogy mondjam, téfitet, nem téfitet, mert ez nem téfitet, mi nagyon sokan levonják azt a következtetés, hogy erő Necrosz, az nagyon jó Necrosz, és félreértés ne essék, tényleg jó Necrosz, nagyon jó lehet vele mókázni. Mert hogy az erejére hat hogy minél erősebb legyenek az ulti katonai, minél többet öljenek, esetleg annál jobban megvédenek, és a többi, és a többi. Aztán úton útfélen egy adott ponton realizálódott bennem is, hogy Necrosnak nincs szükség erőre, csak az ultiára. Nem kell erő, csak az ulti. Ez egy kicsit hülyén hangzik. És az ulti mellé úgynevezett augment mód, amit én most már úgy mondom, hogy szinte kötelező a solo survivoros erős Necrosból, az a shadow, shield of shadows. Tehát ha az ultit bekapcsolod, elnyelnek sebzést helyetted. Nem sokat, de valamennyit elnyelnek, és szüksége van a Necrosnak arra, hogyha erő Necrosról beszélünk. Kétfajta build-et próbálok majd megmutatni nektek, mindenki eldönti, mit szeret, mind a kettő nagyjából egyformán bírja, de az egyik egy kicsit jobban, mondjuk így. De az egyik ez egy tényleg egy kicsit jobban bírja erővel egyedül önmagából, a másik pedig egy kicsit gondol a társakra is magán kívül, és rásegíti. És a pálya megint, mondtam, amint teszteltük, az a mot a Voidban, mert az a pálya időtartam alatt bármelyik másik pályán nem találsz, hogy ilyen sebzésű ellenfeleket. Tehát modban negyed óra, fölér 100-as enemikkel bárhol máshol, és sebzés szinten, nem életszinten, mert hullanak, mint a legyek egy jó fegyvertől, de sebzés szinten fölér náluk sokkal erősebb enemikkel, és az volt a cél, hogy a magas sebzést bírjuk ki. Nos, már nagyon húzom az időt, ugye? Tehát egyszer, tehát egy Desecrate és Ulti, Shadows of the Dead féle modolás fogtok látni, és közben megpróbálom elmondani, hogy mi az, amire ügyelni kell. Jöjjön a lényeg. Jaj, na most jön megint csak mondom, tehát a Necrosz félre modolás, nem bocsánat modolás, tehát félre formázás mintaképe már 5 formán van benne, és ehhez képest csak ennyi leformázott helyet 2-höz képest. Össze-vissza formáztam. Na most, értem szerint az auramodat nem formázzuk át. Ahhoz, hogy nekem most itt ne a steel charge legyen, hanem bármi más, még egyszer át kell formázom. Szóval ne azt nézzétek, mert még egyszer át kell formázom ahhoz, hogy ne a steel charge-ot rakjam. Aura modoknak, a Corrosive Projection-től, Energy Siphonic, vagy éppen az új
modokig, mint a Stand United, az új aura modok, mint a Stand United, az plusz 25% armor, bármit ajánlok, én a legszívesebben, és a tényleg őszintén mondom, hogy az Energy Siphont ajánlom erre a modolásra, amit itt láttok. Tehát az Energy Siphon lesz az, ami megment a pálcból. Na most, miért ezt látjátok, amit nem, és miért nem az átlag megszokott modolás, mert már annyit kísérlem, miért nem az átlag megszokott modolást, amivel van egy ugye continuity, most mondom valamit, és akkor benne van a Dead Spoil, amit bele szoktak tenni, vagy esetleg a Shield of Shadows, amit bele szoktak tenni. Miért nem ezt a fajta modolást látjátok? Mert végigmentem rajta. Nagyon sok modoláson mentem végig rajta, és azt tapasztaltam, hogy a Necrosz túl gyorsan eszik, és nem úgy, ahogy kéne, és éreztem, hogy egy kicsit van még benne, egy kicsit tudna tovább és feljebb menni, de nem ezekkel a modokkal, nem a Dead Spoil-lal, és nem egy Streamline of Fleeting-el, Vitality-vel, vagy Overextended-del, vagy bármivel, ami egy általános nekroszba az emberek úgy nagyjából gondolnak, hogy belemegy. Nem 200%-os erővel, vagy plusz erővel megy tovább a nekrosz, mint ahogy mi gondolnánk, és sok-sok modolás után létrehoztam ezt, ami... Tehát úgy gondolom, hogy Necros Solo Survivor esetében az eddig meggondoltól ilyen félre modolás teljes mértékben, mert olyan modokat láttok benne, aminek így meggondoljátok, hát de az egyik az ugyanazt csinálja, mint a másik, és mégis megvan neki az erős lényege. Értem, hát most már azt kell mondjam, hogy értelemszerűen a Cephalon Simaristtól kivettem a Health Conversion nevű modot, ami ugye 450 armort ad háromszorosan felsztekkelve, és hogyha életet veszel fel. Ami kurva, gondoljatok, háromszor felsztekkelt 450-es armor, az nagyon sok, nagyon-nagyon sok, és a Survivor, mod Survivor-on pillanatok alatt ledarálják. Tehát mikor tegnap láttam, hogy az Inaros, az próbálna föléleszteni, és kap két golyót, és elesik a 4000 élettől, és 400 akárhány vagy plusz armortól, az azért jelent valamit azon a pályán, szóval health conversion kell bele, illetve jól jön, de rakhatsz, amit jól esik, még van, úgy mondom, hogy jól esik, tehát health conversion kell, Cephalon Simarisnál bármelyik relayen odamész, scannelsz, kiveszed ezt a modot, rak bele, érdemes, jól esik a Necrosznak. Redirection, Rage, Equilibrium, Flow, Primet, hogyha van, sima, hogyha nincs, Vitality, Shield of Shadows, mint mondtam kell, ez az Augment mód azt csinálja, hogy megvéd. Tehát amit látjátok, 50 méteren 6% sebzést elnyelnek tőled az ultival a halottaid. És Primet Continuity, hogyha van, ha nincs, akkor sima. És aura modnak, mint mondtam, én az Energy Siphont javaslom, de azzal mész, amivel jól esik, de tényleg nagyon erősen javaslom azt. Nos, mit tapasztaltam, hogyha elkezdtem játszani a Necrosszal, csak hogy értsétek a kombinációját a modolásnak. Bementem a játékra, és azonnal a Necrosznak tömegkel és gyors ölés, nagyon gyors ölés ahhoz, hogy életben maradjon. Ezért, hogyha egy pillanatra habozol, vagy megállsz egy pillanatra, nem figyelsz egy pillanatra, és most a legextrémebb esetekről beszélek, tehát nem egy általános kis faszom játékról, egy, nem tudom, Pluto Hierakon 2000-nél jársz, 3000-nél jársz tökömizéről, excavationről, hanem annál durvább szintekről beszélek. Ahhoz nem állhatsz meg egy pillanatra sem a Necrosszal. A 65 armor, még hiába van ez felsztekkelve, hiába van egy armor modod, és nekem van még egy Arcane Guardianom, amit plusz armort ad, sebzés ér, hiába van mindez, akkor is feküdni fog a Necrosz. Szóval amikor az extrém helyzetekig mész a Necrosszal, én már arról beszélek. Tehát az lesz a kihívása a Necrosznak. Nos, hol tartod? Na igen, akkor... Jöjjön a legdurvább szituáció, látjátok, hogy benne van az Equilibrium és a Rage, mind a kettő, és látjátok, hogy nincs benne a Dead Spoil. Rájöttem, hogy a Dead Spoil a Solo Serverless Necrosz esetében nem fekszik.
mert az ellenfelek egy idő után olyan szintet sebeznek, hogyha az életedből farmolsz akármit is, meg fogsz feküdni. Tehát olyan szintű sebez az ellenfél, hogyha Deathpoint használsz, gyorsabban darálja le az életedet, mint hogy a Necros farmolni tud és fel tudja venni, amit farmolt. Tehát Deathpoint ezen úton kizárna. Tehát már marad akkor az energia, ezért használom a Primed Float, vagy a Sima Float, hogy energiából farmoljam. Na de! És itt jön a na de. Ugye az Equilibrium azt csinálja, hogyha életet veszel föl, akkor energiát ad, ha energiát, akkor kis életet, és a Rage, ha sebzik az életedet, energiát kapsz. És higgyétek el, erre a kombinációra, akármennyire abszurdnak tűnik, szükség van. Miért? Mert ugye a játék, bármelyik játék elején azt vettem észre, kifogysz az energiából. Bekapcsolod a farmolást, és ki fogsz fogyni az energiából. A játék elején a Necrosnak szüksége lesz energiára. És az nem lesz meg, mert az ellenfelek nem fognak tudni rajtad annyit sebezni. Ezzel nincs is baj. Solo Survivorról van szó, nem farmolásról szól. Ezzel nincs is baj, hogy a Necrosnak nincs energiája. A lényeg az, hogy túléljen, és amíg nem sebeznek rajtad akkorát, addig nem számít, hogy van-e energiád, vagy nincs. A lényeg, hogy túléljél. Aztán idővel úgyis lesz energiád, mert hogyha mondjuk Zenurikot használsz, vagy Energy Siphonod van, töltödni fog az energiát, fogsz tudni farmolni ezt. De az elején nem vészes, ha nincs energiád. Később nagyon fog kelleni az energia, és a Necros iszonyatosan energiaéhes ezen az effektivitáson. És higgyétek el, próbáltam magasabb effektivitást is, és nem számít neki. Szóval ezen az effektivitáson hihetetlenül energiaéhes lesz. Na viszont a kombója az egésznek, hogy magasabb szinten magasabb a sebzés. Azt jelenti, hogy lelövik a shieldedet, és elkezdik az életedet is sebezni. A Rage azonnal tölt az energiával, az Equilibrium azonnal tölt az életeden, plusz az energiádon, de fő lényege ugye, hogy az életeden töltsön, leginkább. De a Rage is, és az Equilibrium is folyamatosan ellát energiával. Tehát számolva azzal, hogy egy idő után az ellenfelek nagyot sebeznek, és neked arra nagy sebzésre valahol szükséged van azért, hogy energiát nyelj, ezért tuti biztosra mentem, mert az Equilibrium önmagában kevés, tényleg kevés, ezért a Rage-el megfokoztam, hogy tényleg legyen energia. És itt van önnek, azért is kell az energia, mert spamelned kell az ultidat. Ez a build arra van kitalálva, hogy növekvő erejű ellenfelekkel, növekvő sebzésű ellenfelekkel együtt növekedjen az ellenállásod is. És ahogy játszol a játékkal, ugye az ultid egyre erősebb lesz, és egyre többet tudsz spamelni. Nem szabad megvárnod, hogy az ulti lejárjon. Hogyha már egy kicsit lejár, tehát eleve az, hogyha nem jár le az ultid, és újra fogod, és újra hívod őket, akkor már eleve nem veszel annyi időt, ez azt jelenti, hogy nem maradsz annyit egy helyben. És mivel hogy csak így folyamatosan tolod ugye az ultit, folyamatos védelem lesz, az ultid egyre erősebb lesz, és minél magasabb ellenfeleket élesztesz újra, annál hosszabb ideig bírják élettel, mert ugye idő alapú az ulti, és erő alapú, de erőre nincs szükség, tehát idő alapú az ulti, minél hosszabb, minél több időd van, annál lassabban halnak meg. Vedd figyelembe azt is, hogyha lövik őket, akkor gyorsabban fognak meghalni, értelemszerűen hiába idő alapú az egész, mert az életüket lövik le, de minél magasabb lesz az életük, annál erősebb lesznek, annál lassabban fogy az életük, annál ellenállóbbak lesznek a sebzésre, és ugye annál gyakrabban hívhatod elő ugyanazokat a katonákat, és töltheted fel az életüket magyarul. Na most. És ahogy halad az idő, az Equilibrium és a Rage kombójára arra, hogy egy kicsit sebeznek, hogy energiát szesz fel, hogy az Equilibrium életet ad, illetve energiát ad, a kettő kombójából tudod spamelni az ultidat 150%-os időnként című történet. Szóval ez volt az alapkoncepció. Na most, mint mondtam, kétfajta modolást fogok bemutatni. Az egyik az overextended lecserélése a redirectionre, vagy steel fiberre, vagy akármire, amit használsz. 190-es range-en fogsz farmolni rengeteg életet, rengeteg energiát és nyersanyagot.
Ez a build is jó, ezzel is nagyjából ugyanannyi ideig jutottam el, mint a Redirection-nel, és a Redirection volt az, hiába tetszik, nem szeretem ezt a módot, de mégis ez volt az, amivel egy kicsivel jobban bírta a Necrosz. Egy kicsit kellett neki ez a Redirection, ez az extra shield. Nagyon is kellett neki, de az Overextended is megtette a feladatát, mert hatalmas range-en, és esetleg ahol a társaid vannak ebben 190%-os range-ben, hatalmas range-en, ahol a társaid is öllek, te farmolsz életet, és a pánik van, azonnal oda tudsz menni fölvenni ezeket az életeket. De ha arról van az, hogy csak magadnak, és te éld túl valamilyen szinten, akkor a Redirection-t javaslom. Solo Survivor build-nek. Ez a dupla annyi shield, azt kell mondjam, hogy nagyon kellett a Necrosznak ahhoz, hogy kibírja azt az egy-két lövést. Na most ez mind meg lett kombinálva a Health Conversion-nel, Shield of Shadow-val, és úgy mondhatni, hogy magas sebzésű ellenfelek ellen egy elfogadható szintű kibírás biztosít, tehát hogy így elfogadható szintű tényleg rezisztenciát biztosít az ellenfelek ellen. Ez lett volna az alapján, és mint mondtam, Arcane Guardian ott van neki, hogy egy kicsit növeljem az armort, és egy átformázás után nálam valószínűleg a Energy Siphon fog feljönni, mint Aura mod, mert szükség van rá című történet, és mint mondtam, nem Death Spoil, mert nem vált be, egyáltalán azonnal elesik egy kicsit erősebb sebzési ellenfeleknél. És ezzel a build-el megfelelően tudsz elmenni egy szólósabb játékra, hogyha úgy gondolod, hogy neked nyersanyagokra van szükséged, és akkor elmész farmolni, és kicsit többet akarsz gyűjteni, akkor viszed ezt a fajta build-et, hogy bírjad, de mégis farmol nyersanyagokat a közeledbe, és megvan oldva a történés, és így a Necrosz valahelyét ki fog bírni. A farmolós Necrosz semmi nagyon extra, fogod és adsz neki range-et, még több range-el, és akkor megvan a farmolós. Csak ezt akartam megmutatni nektek, elmagyarázni, hogy tényleg, amikor egy kicsit már nagyobb a gáz, és a Necroszra nagyobb sebzés éri, azonnal meg fog feküdni. És érjét is ne essék, mindenképp meg fog feküdni. Health Conversion, Shield of Shadow, extra armor, extra élet, extra tököm, tök mindegy, meg fog feküdni. Tehát nagyon, nagyon extrém körülményekig csak csapattal bírja, és csak olyan csapattal, ami képes védelmet adni neki, mert amúgy meg fog feküdni. Tehát aki azt mondja, hogy nem, az nem jutott el addig az extrém körülményig, hogy a Necrosz ne feküdjön meg. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok, és hát remélem, hogy néhány meglátással gazdagabbak lettetek ebben a videó után. Sziasztok!